Sziasztok! Üdvözöllek benneteket, innen az Arrow épület díszítéstől. Ebben a videóban egy LED-szalag szettet fogunk bemutatni. Ez egy smart set, az azt jelenti, hogy ezt mobiltelefonnal is lehet vezérelni. Egyéb iránt ez egy 5 méteres LED-szalagot tartalmaz, ami RGB LED-csipeket tartalmaz, tehát tulajdonképpen színváltós setről beszélünk. Bontsuk is ki, és nézzük meg, hogy valójában mit tartalmaz. Itt lesz nekünk egy vezérlőnk. Ez maga a wifi-s vezérlő. A tápegység, ugye, amit már említettük, a hálózati kábellel. Illetve maga az 5 méteres LED-szalag. Jó, nézzük meg akkor, hogyan kell összerakni ezt a LED-szalag szettet. Nem lesz egy bonyolult dolog ez sem, hiszen maga a LED-szalag is, illetve a vezérlő is egy-egy négy tűs csatlakozót tartalmaz. Ezt tulajdonképpen csak össze kell dugnunk. Annyira kell figyelni, hogy a vezérlőn egy nyíl jelzi a pozitív vezetéknek az irányát, a LED-szalagon pedig általában a fekete színű vezetékek szoktak a pozitívak lenni, tehát úgy dugjuk össze, hogy a fekete vezeték és a nyíl egy irányba legyen. Ebben megtörtént a telepítés ennek a vezérlőnek. Annyi híja van még, hogy feszültséget adjunk neki. Ez ugye a tápegységről nagyon egyszerűen lejön, DC csatlakozót a DC vezetbe be kell dugni, majd a tápegységnek a hálózati kábelét. És a helyére csúsztatjuk, majd ez egészen berúgjuk a konnektorba. Első bekapcsoláskor a LED-szalag villogásra jelzi, hogy még nincs összetanítva a telefonnal. Nagyon egyszerűen fel tudjuk telepíteni az applikációt. Minden dobozon, illetve a termék leírásoknak az oldalán is itt van egy QR kód, amit ha beolvasunk a telefonnal, akkor települ az applikáció. A szoftver telepítése után és a regisztrációs folyamat elvégzése után megjelenik maga az applikáció. Itt a plusz jellel tudunk hozzáadni új eszközt. A Lightning menüpontra kell lépnünk, ott pedig az első hal menüpontra, ez a megvilágítási Wi-Fi nevezető. Mutatja, hogy villognia kell magának a programozni kívánt terméknek a fényének. Ez villog is, tehát léphetünk a következő menüpontra. Meg kell adnunk a Wi-Fi hálózatot, illetve a Wi-Fi kódot, és elkezdi az applikáció keresni magát a vezérlőt. Miután megtalálta az eszközt a telefonos applikáció, megjelenik egy RGB LED strip nevezetű sor itt a menüben, erre rákattintva elkezdhetjük magának a LED-szalagnak a vezérlését. Alap esetben tudunk egy kikapcsolást, megkapcsolást végezni. Van ahol egy color menüpont, itt lehet a színeket beállítani, tehát például egy kék, egy rózsaszín, egy piros, sárga, zöld. Ezeknek a fényre is állítható. Illetve a színterítettsége, tehát maga a szaturáció, ez egy teljesen szaturált, teljesen terített kék szín, amivel le tudunk menni egy egészen halvány színre is, és ez természetesen minden színnél megadható. Következő menüpont a fényjáték programok beállítására szolgál. Szokásos fényjátékokat kapjuk meg, színátmenetek, átúszások, különböző módon elnevezve. Van még egy timer menüpont, itt pedig különböző időpontokat lehet hozzáadni. Amikor, tehát beállíthatunk egy órát, egy percet, amikor megmutatjuk, hogy a LED-szalag ebben az időpontban kikapcsoljon vagy bekapcsoljon, illetve van egy repeat, egy ismétlés menüpont, ahol megadhatjuk, hogy ezek a tevékenységek milyen időközönként ismételjék egymást. Ha véletlen nincs a kezünkben a mobiltelefon, vagy nincs kézen a mobiltelefon, akkor annyi segítséget nyújtottak nekünk itt a gyártók, hogy magára a vezérlőre is került egy gomb, mely segítségével lehet a színek és a fényjátékok között váltani.
Természetesen ezek a smart LED szalagszettek is megvásárolhatók az Anru épületdíszítés webáruházában www.anrudiszlec.hu. Ha tetszett a videó, dobjatok egy lájkot, illetve ha szeretnétek értesülni az új videókról, új termékekről, akkor iratkozzatok fel a YouTube csatornákra. Köszönjük szépen a figyelmet, sziasztok!